Mit művelsz, Luca? Pogcsert 200, első randi. Nehéz döntések időszaka. A helyzet az, hogy hétről hétre egyre jobban tudok kötődni ezekhez a karakterekhez, méghozzá pontosan azért, mert egyre nagyobb teret kapnak, és egyre izgalmasabb történet szálakat igyekeznek kibontani velük kapcsolatban. Persze minden hétnek megvan az a karaktere, aki egyébként nem tud akkora teret kapni, mint a többiek, vagy mint bármikor máskor, és ez iszonyatosan frusztráló tud lenni, főként akkor, abban az esetben, hogyha az Zitáról van szó, aki igaz, hogy az utóbbi hetekben elég nagy teret kapott, de azért legyünk őszinték, egy kicsivel többet talán még azért elbírnánk viselni belőle, mert hát történetesen az a helyzet, hogy az ő története bizony bitang, érdekes és izgalmas. De amit a legjobban szeretek ebben a sorozatban, az mindenféleképpen az, hogy mindenkivel iszonyatosan egyszerű és könnyű azonosulni. Méghozzá pontosan azért, mert olyan problémákon mennek keresztül, vagy olyan dolgaik vannak az életben, amik velünk is megtörténtek, vagy megtörténhetnek, vagy meg fognak történni. És ez baromira jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy tudunk tanulni egymástól, tudunk tanulni a problémáinkból, és sőt, talán még pozitív, vagy akár negatív emlékeket is hajlandóak felébreszteni bennünk, amelyek közt akadnak ugye olyan elemek, amikre büszkék vagyunk, és akadnak olyan elemek, amiket inkább mindannyian szeretnénk elfelejteni, méghozzá nagyon-nagyon gyorsan. Az egyik kedvenc elemem az elmúlt epizódokban mindenféleképpen az volt, hogy végre valára 28 epizódot követően megjelent Borbicki Ferencnek a karaktere, akivel eddig ugye mi csak hangban találkoztunk, és most először láthattuk őt teljes valójában, aminek volt egy nagyon-nagyon vicces jelenete a szerkesztőségben, és amikor nem ismerték föl, ugye senki nem tudta, hogy hogyan néz ki ez a fickó, és tulajdonképpen elhesegették zsiráfék, és ez egy baromira jó mulis jelenet volt szerintem, legalábbis én marhára élveztem. Aztán nagyon-nagyon érdekes volt az a találkozás, amin ő keresztül ment utcával, mert elég képesztően érdekesen igyekeztek ábrázolni, miközben nagyon-nagyon élvezt és lehetett rajta érezni és látni is, hogy mennyire élvezi azt, ahogy Luca beszél, ahogy a problémáit megosztja vele, és amilyen közvetlenül tud őszinte lenni vele. És ez egy baromira izgalmas, baromira érdekes epizód kombó volt, amit én személy szerint nagyon-nagyon szerettem, mert rengeteg olyan nüansznyi elem lapult meg benne, ami szerintem hozzájárult ahhoz, hogy ez a sorozat ez egy kicsit jobb legyen, mint amilyennek eredetileg talán tervezték, vagy szánták. Minden esetre ez egy olyan dolog volt, hogy Borbicki Ferenc végre megjelent, ami új perspektívákat nyitott meg a sorozat előtt, méghozzá pontosan az Adéllal való kapcsolatára, és talán így a közeljövőben már lehetőségünk lesz egy kicsit jobban elmélyülni, hogy miért ilyen ez a viszony, és miért nem. És akartok még érdekesebb pillanatok, például Karesz és Adél között, akik minthogyha szövetkeztek volna, hogy a saját magukra hajtsák a vizet, miután ugye Adél apja meghozta a döntését, ki tudja, hogy mit tartalmaz az a bizonyos szerződés, amit ő tulajdonképpen aláírattak Lucával. És kezdjük azt, hogy kivel volt könnyű azonosulni az elmúlt időszakban, kik voltak azok a karakterek, akiket nagyon-nagyon szerettünk, és kik voltak azok a karakterek, akik nem kaptak elég teret. Nos, a helyzet az, hogy Ildikó féltékenysége szerintem az emberiség egyik legősibb tulajdonsága, és az egyik legnehezebben kezelhető, illetve megoldást található pontja. Mert hát ugye, aki féltékeny, az bizony, hát könnyedén át tud esni aló túloldalára, és könnyedén lehet ugye veszíteni azt, amilyen van, mert hogy saját magát kergeti őrületbe. A féltékenység ott van a hétfő bűn között is, vagy valami ilyesmi, azt nem. De mindesetre az biztos, hogy egy nagyon-nagyon rossz érzése van, érzéssel találkoztunk itt ebben a szituációban, és főként azért volt az iszonyatosan fájó, mert Ildikó részéről érkezett, aki hát fogalmazunk úgy, hogy nem egy kimondott tündértípus. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes aspektusa volt, hogy tulajdonképpen vajon képes lenne Dénes őt megcsalni, és hogy ő ezt komolyan is gondolja, hogy ő tényleg képes lenne megcsalni őt. Ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon szinte felfoghatatlan dolog volt, de hát ugye kinek micsoda. Aztán az én egyik kedvenc történet szállom továbbra is az volt, amikor Zitának az identitás válságával foglalkoztak, azaz a 25 évesekre vagy 20 évesekre jellemző életközepi válság című történetre, amikor nem tudja azt, hogy kicsoda, nem tudja azt, hogy mit akar magával kezdeni, és igazából úgy fogalma sincs az egész életéről, ennek értelmében pedig elmenekül, és elmegy a Bakonyba egy pár napra, és Bakonyban pedig, hát nem talál rá szerelem ugyan, de valami egészen más dolog mindenféleképpen világosra válik
számára, és ez egy baromra jó dolog két okból kifolyólag. Egyrészt én is szentül hiszek abban, hogyha valaki nem tudja azt, hogy mit akar, vagy nem tudja azt, hogy hogyan oldja meg a problémáit, akkor valóban időt kell szánni arra, hogy megfejtse saját magát és azt, hogy mit is akar. Másfelől pedig szerintem az mindig egy jó megoldás, hogyha az ember elvonul a nagyváros zajától, elvonul a megszokott közegétől, és valami egészen más helyen, más helyszínen, más körülmények között próbálja meg egy kicsit tisztán látni. És erre tényleg a legjobb helyszín a természet, ahol egész nap csak sétálsz, vagy egész nap csak bámulod a téged körülvevő gyönyörű környezetet. Ez tulajdonképpen a legnagyobb előnye szerintem a vidéki életnek, hogy mindenféleképpen könnyebb és jobb és nagyobb motivációval rendelkezik az ember arra, hogy kivonuljon egy kicsit a nagyváros kattogó zajából, és tulajdonképpen saját gondolatait is meghalva próbálja meg megérteni és felfedezni önmagát, hiszen ez talán az egyik legfontosabb dolog, legfontosabb tulajdonsága mindenféleképpen a mi hétköznapi létünknek. Mark rádiós álmodozása az mindenféleképpen egy olyan történetszál volt számomra, amit én nagyon-nagyon szerettem. Két okból kifolyólag. Egyrészt, mert én is álmodozok rádiózásról, valószínűleg azért, mert most már 8. éve vezetek podcastet, bár az utóbbi időben azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem jut itt elég időm arra, hogy ezzel is foglalkozzak sajnos, pedig nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon hiányzik maga a műfaj. Szóval ezzel az álmával abszolút egyet tudok érteni. Egyszer belebeszélsz egy mikrofonba, onnantól kezdve vagy imádni fogod, és vagy erre fogsz vágyni életed végéig, vagy hát igazából nem fog belőle semmit sem kiváltani, és akkor igazából tudod, hogy ez nem a te utad lesz. De hogyha az ember egyszer műsort vezet, vagy csak lehetőséget kap arra, hogy a mikrofonba beszéljen, és igazából a hangjával tulajdonképpen úgy meséljen el történeteket, vagy úgy adja át a véleményét, hogy az tökéletesen, közvetlenül és őszintén eljusson a hallgatóhoz, akkor mindenféleképpen arra jutunk, hogy ez egy gyönyörű szakma, és bármennyire is azt érezzük sokszor, hogy haldoklik, igazából ez még mindig az egyik legjobb és legnívósabb és legkiválóbb szakma, ami létezik a világon. Valószínűleg ezért is szeretem én annyira a szinkront. De a rádiózás az egy külön történet, noha azért tegyük hozzá, hogy nem minden műsor olyan, mint a délelőtti gyors, amiben nagyon sokan vannak, nagyon sok különböző rovat van, és a legtöbb rádióműsor napközben, hogyha nem reggel 6 és 10 között van, akkor az általában elég unalmasra szokott elsiklani, ugyanis egy műsorvezetője van, aki időnként hoz egy témát, ott ugye a szerkesztőknek nincs különösebb beleszólási joga, vagy pedig ő maga a szerkesztője is. Szóval nagyon-nagyon más az, ahogy a tévében látunk egy rádióműsornak az elkészülését, mint ahogy a valóságban történnek ezek a dolgok. Noha szerintem Az a legjobb, amikor egy csapat áll a rendelkezésed, és egy csapattal együtt dolgozol, és ők is teret kapnak a rádióban, és ők is bizonyíthatják rátermettségüket. Mert ez tulajdonképpen szerintem a 201. randi egyik a legizgalmasabb aspektusa, hogy ezek a kollégák, tehát például Féliknek az utolsó epizódjában is mennyire durván, zseniálisan összenőttek, és mennyire érződött rajtuk az, hogy ők egy csapat. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi történt Félix-el, mert ezt egy kicsit nagyon-nagyon nehezemre esik feldolgozni, de nyilván, hogyha kapsz egy olyan ajánlatot, ami jobb, mint a jelenlegi, akkor elmész még akkor is, hogyha ez egy bizonytalan, hiszen azért a rádiózás és a televíziózás között tulajdonképpen a legnagyobb különbség az mindenféleképpen az, hogy a televízió az egy iszonyatosan ingatag talaj. Ma még sztár lehetsz, de holnap eltűnhetsz a béka segge alá. Miközben a rádiózás az egy kicsit egy oldalú dolog, hiszen ott a hallgatók nem biztos, hogy ott fognak hagyni, csak azért, mert nem tetszik a műsor, amit csinálsz, vagy valami hasonló dolog miatt, hanem ők ki fognak tartani veled a végsőkig, és ők hallgatni fognak, és igazából nem fogsz annyi nézőt elveszteni, vagy annyi hallgatót elveszteni, mint amennyi nézőt el tud veszíteni hétről hétre, ami pedig a műsornak a befejezéséhez vezethet, ami pedig egyébként azt is jelenteti első osztályon, hogy hát akkor ez így ennyi volt a tévés karrier. Márpedig Félix itt igazából nem is nagyon hazárdírozott, hanem amikor meglátta az összeget és megtudta azt, hogy a televízió őt akarja, miközben a legnagyobb riválisával együtt, akkor ő igazából hezitálás nélkül belevetette magát ebbe a dologba, ami szerintem hát egy elég rizikós dolog. Elég rizikos dolog a televíziózást választani a rádiózásban, főleg akkor, hogy az emberek nincsen túl sok tapasztalata a kamera előtt, mert hogyha van tapasztalat és kényelmesen mozogsz a kamera előtt, akkor igazából tök mindegy, viszont a rádiózás az egy hosszabb távú életforma, míg a televíziózás az újabb és újabb kihívásokkal elé tud
állítani akár minden héten. Ami ebben a történetszárban engem igazából zavart, az mindenféleképpen az volt, hogy tulajdonképpen Félix nem is nagyon hezitált, nem is nagyon gondolt arra, hogy mi történik a csapatával, hogy ott hagyja őket, hogy cserbe hagyja őket, hogy cserbe hagyja Lucát, és tulajdonképpen ezt egy kicsit ellensúlyozta az, ahogy az utolsó pár epizódban viselkedett Lucával szembe az, hogy kifejezte azt, hogy mennyire szeret és tiszteli a lánynak a munkáját, illetve a segítségét az évek során, hiszen ők most már együtt dolgoznak 7-8 éve legalább. És tulajdonképpen ez egy iszonyatosan szimpatikus gesztus volt Félix részéről, főleg azután, hogy megmondta Lucának, hogy őt is bele szeretné venni a szerződésébe, hogy vele mehessen, mint társproducer, ami egy elképesztően óriási, gigantikus lehetőség lehetett volna Luca számára, illetve lehet Luca számára. És ezzel érkeztünk el tulajdonképpen Lucához, hogy róla is lehessen pár szó, aki tulajdonképpen randizott a fiatalabb sráccal, Viktorral, aki szerintem iszonyatosan szimpatikus volt, iszonyatosan cukik voltak együtt, iszonyatosan jól működő kapcsolat is lehetett volna abban az esetben, hogyha Lucának nem lennének ezek a hülye érzései Félix iránt, amik képesek állandóan összezavarni szegény lányt, amik képesek állandóan olyan utakra terelni, ahonnan igazából nem is az, hogy nincs visszaút, de mindenféleképpen rossz útnak tűnik, és igazából ez iszonyatosan kiábrándító nagyon sok szempontból, legalábbis én abszolút így látom, mert egyszerűen nem tud Luca kiteljesedni azért, amit Félix iránt érez, nem tud egyszerűen kiteljesedni azért, amiken keresztül megy, amiknek kiteszi tulajdonképpen Félix, anélkül, hogy tudná, hogy kiteszi őket. Szóval ott van Luca kezében élete legnagyobb lehetősége, az, hogy ő kaphatja meg Félix helyét a rádió műsorban, mert a számok őt igazolják. És ez egy olyan lehetőség, amire az ember gondolkodás nélkül igent mond, és hát Luca sem tehet másképp. És szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas új korszaknak lehet az eleje, illetve lehetett volna az eleje, abban az esetben, hogyha Félix nem áll elő ezzel az őt összezavaró legyünk társproducerek a műsorban kitétellel, amit a TV szerződésébe beletett. És Luca ott áll élete legnagyobb dilemmája előtt, hogy a legnagyobb lehetősége szakmai szempontokból a rádió műsorvezetése, amit ő iszonyatosan szeret, egy csapatban, amit ő mindenkinél és mindennél jobban szeret, versus a televíziózás, ahol társproducer lehet, ami egy gigantikus lehetőség, és ami ki tudja, hogy hova vezethet hosszú távon. És igazából ez egy olyan szituáció, amikor nagyon-nagyon nehéz az embernek meghoznia azt a döntést, amit meg kell hoznia, de hogy már ezzel említettem, a televíziózás egy abszolút ingatag talaj, ráadásul a rádiózásban sokkal magabiztosabban tudna mozogni Luca, mint a televíziózásban, és ebből a szempontból én mindenféleképpen szorítok azért, hogy ő maradjon a rádiónál, mert ő abszolút oda tartozik. Visszatérve a korkülönbség témakörre, én abszolút nem értettem egyet feltétlenül azzal, ahogy Luca ezt az egész helyzetet kezelte. Az, hogy ő folyamatosan másoktól várt megerősítést arra, hogy mennyivel öregebb, mint a fiatal srác, és hogy ezt tulajdonképpen milyen szinteken tudja beárnyékolni kettőjüknek a kapcsolatát, az iszonyatosan kiábrándító volt, miközben elképesztően frusztrálós volt egyben, hiszen elképesztően boldogok voltak ők együtt. És sugárzott belőlük valami elképesztő dolog, amire szerintem a legtöbb pár vagy a legtöbb ember csak vágyik. És tulajdonképpen nekik megvolt, és mégis Luca hagyta, hogy elszalasszák ezt a lehetőséget, és ez iszonyatosan csalódáskeltő volt a részéről. Tulajdonképpen talán ez volt az első igazán csalódáskeltő eleme a karakternek. És volna itt még egy gondolat, a reménytelen szerelem, amiről igazából sokkal többet szerettem volna beszélni ebben a mai videóban, de ez valószínűleg egy olyan dolog lesz, amit majd egy későbbi videóban fogok kifejteni, hiszen úgy tűnik, hogy a 30. epizód az egy kicsit rám cáfolt ebből a szempontból, viszont a reménytelen szerelem az egy olyan érzés, ez egy olyan dolog, amivel mindannyian azonosulunk, amivel mindannyian nagyon könnyen tudunk azonosulni, ami szerintem mindannyiunk életében egy bizonyos ponton legalább megjelent. A reménytelen szerelem egy nagyon nehezen megfogalmazható dolog, ami iszonyatosan rossz tud lenni, hiszen sokszor éveket vagyunk hajlandóak a saját életünkben rászentelni arra, hogy abban bízzunk, hogy majd egy nap minden megváltozik, és azok az érzések, amiket mi érzünk, azok vagy elmúlnak, vagy a másik is érezni fogja. És a legtöbb esetben a helyzet az, hogy ez általában nem szokott bekövetkezni, hogy ott állsz és vársz éveken keresztül, és egyszerűen nem vagy képes arra, hogy elenged, mint ahogy Luca sem képes arra, hogy elengedje az érzéseit Félix iránt, sőt, Félix folyamatosan rángatja őt vissza ezekbe a dolgokba. Ha az ember reménytelenül szerelmes, talán az egyik legjobb dolog, amit tehet, az, hogyha mindenféle kapcsolatot megszakít azzal, akibe bele van zúgva, amennyiben erre lehetősége van, mert sokkal könnyebb úgy túllépni dolgokon, hogyha az ember nem találkozik napi szinten azzal, aki iránt reménytelenül szerelmes. És
néha még, hogyha nem is találkozunk velük napi szinten, még akkor is baromira nehéz, mert ott van a vágy, hogy minden nap szeretnénk velük beszélni, hogy tudni szeretnénk azt, hogy mi van velük, hogy jól vannak-e, hogy egyszerűen szeretnénk barátok lenni, szeretnénk közelben adni egymáshoz, amennyiben ez lehetőség, és igazából csak szeretnénk azt, hogyha mindennél boldogabbak lehetnének. És lehet, hogy nem mi vagyunk azok, akiktől ezt meg tudják kapni, de ha valaki képes arra, hogy ez biztosítja az ő számukra, akkor mindenféleképpen valami szinten, még ha bele is pusztulunk, boldoggá tesz bennünket is, hogy tudjuk, hogy legalább ők rendben lesznek. És Luca egy egészen hasonló dolgokon ment keresztül, bár ő képtelen arra, hogy elengedje Félixet, és igazából lehet, hogy az utolsó pillanatok azt bizonyították, hogy nem is lesz erre szüksége. Szóval a lényeg, hogy mit gondolsz a 201. randi utolsó pár epizódjáról, mi a véleményed a reménytelen szerelemről, voltál-e már reménytelenül szerelmes valakibe, és beteljesedette, vagy csak sikerült tovább lépned, és ha igen, akkor hogyan? Beszélgessünk mindenféle ilyen dologról lent a kommentekben. Találkozunk legközelebb, addig pedig popkultúrában gazdag hetet kívánok!